Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Május 1-én megnyitott a kapuit a hajdúszoboszlói strand. A fürdőváros jelentős bevételektől esett el a koronavírus járvány miatt, de erre a szezonra már bizakodva tekintenek. Fejlesztésekről, tervekről és célokról beszélgetünk Ceglidi Gyula polgármester úrral. Jó estét kívánok, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a debreceni televízió nézőit. Nos, hát igen, május 1-én megnyitott a kapuit a fürdő. Hát végre azt lehet mondani, hogy most már lehet látogatni a különböző éttermeket, szállodákat, fürdőket. Mit tapasztalnak egyébként? Most milyen az élet, milyen a helyzet Hajdúszoboszlón? Mennyire teltek meg ezek a vendéglátóegységek? Bizakodunk természetesen. Nagyon nehéz időszak után vagyunk, hiszen az egész tavasz úgy telt el, hogy reménykedtünk, hogy valamikor csak eljön a szabadság, és nyithatunk, és nyitni fognak a turisztikai létesítmények, és hát aztán végül is május 1-ére ez a lehetőség megadatott. Először is a teraszok teltek meg a városban, azok a vendéglátó teraszok nyitottak ki, akiknek a szabályok szerint ez a lehetőség megnyílt, és hát nagy örömére az embereknek, amikor a nap egy kicsit kisütött, akkor rögtön elkezdtek fagyizni, de május 1-én kinyitott a fürdő is, a hajdúszoboszlói fürdőkomplexum, amely hát hosszas, majdnem egy fél éves bezártság után kezdte meg újra a szolgáltatásait. Én ezúton is köszönöm az utódaimnak, a volt kollégáimnak azt a megfeszített munkát, kitartást, amellyel a céget életben tartották, és tulajdonképpen bízva abban, hogy elkövetkezik az a reményteljes jövő, amikor újra ki lehet nyitni, lehet vendégeket, turistákat fogadni. Igaz, hogy jelenleg még csak belföldről és bizonyos szabályok mentén, de én azt gondolom, hogy ha így halad tovább a pandémiás helyzet Magyarországon, akkor bízunk abban, hogy hamarosan az egész hazai belföldi közönség részére megnyitható lesz, és igénybe vehető lesz a szolgáltatás, illetve abban is nagyon reménykedünk, hogy a szomszédos országokkal azok a megállapodások, amelyek szükségesek, megköttetnek, hogy kölcsönösen elfogadásra kerüljenek azok az igazolások, és mondjuk a külföldi vendégeket is tudjuk fogadni. Ugye talán sokan nem tudják, hogy Hajdúszoboszlón a turisztikai összetétel az nagyon erősen a belföldi turisták mellett nagyon sok külföldi turista is van. Éves átlagban egyharmada külföldről érkezik a turistáknak, ezeknek a jelentős része Lengyelországból, Szlovákiából és hát a szomszédos Romániából érkező vendégeket jelentik. Máshonnan is érkeznek, de nyilván nagyságrendjében ez a három ország az, amely a toppon van. Bocsánat, nagyon megérzik egyébként a külföldieknek a hiányát? Természetesen ez nagyon érződött a múlt évben is, hiszen a múlt évben is nagyjából hasonlóképpen a tavaszi időszakban volt, nyílt meg a lehetőség a fürdőszolgáltatások megnyitására, és aztán azt tapasztaltuk, hogy elég jelentős volt az óvatosság a hazai vendégek részéről is. Nagyobb volt a félelem, a visszatartó erő, hogy nem akartak közösségbe menni. Ma már azt tapasztaljuk, hogy ahogy nyílik a lehetőség, egyre többen elindulnak, és azt viszont láttuk, hogy a külföldi vendégekből a múlt évben sokkal kevesebben érkeztek arányaiban, illetve a belföldi turizmus az növekedett Hajdúszoboszlón, de a külföldi az jelentősen visszaesett. Tehát olyan településen, akik nagyon sok pénzt áldoztak a marketingre, arra, hogy ne csak a belföldi turistákat, hanem a külföldieket is meggyőzzék, hogy Magyarország vagy Magyarországnak ez a keleti térsége, és azon belül egy kisváros egy jó úti cél lehet, ezért nagyon sok pénzt el kellett költeni, és hát bizony mi azért nem olyan jól jártunk ebben a helyzetben, hiszen azok a törzsvendégek, akik hagyományosan minket keresnek föl, nem tudtak meglátogatni bennünket, vagy náluk is inkább a tartózkodás volt a meghatározó. Nagyon fontos kérdés ugye a munkaerő, hogyha megérkeznek ezek a külföldi vendégek, lesz-e, van-e elég kiszolgáló személyzet? Igen, itt alapvetően a Hungaroszpáról vannak adataim, ami azt jelenti, hogy azért jelentős mértékben a létszám lecsökkent a veszélyhelyzet időszakában, közel 20%-kal csökkent a létszám. Ebben vannak olyanok, akik más területre, tehát pályaelhagyók, és vannak olyanok is, akik egyszerűen otthon várják, vagy magánvállalkozásba kezdtek, vagy más területre mentek dolgozni.
ezen a területen, de most is azért a 400 fölötti létszám adva van a fürdőben, amely egy alapszintű, tehát a mostani költségvetésben, illetve üzleti tervben szereplő szolgáltatásokat jó színvonalon ki fogják tudni elégíteni. Ez év végére az elgondolásaink szerint meg fogja közelíteni az 500 főt, amennyiben a forgalom úgy fog növekedni, hiszen ahhoz kell igazítani a létszámot is a különböző szolgáltatási területeken. Költségvetés meg is említettem. Mennyire szólt bele egyébként a járvány a város költségvetésébe? Mennyire írta át? Hát nagyon, nagyon beleszólt, mint egy 1,5 milliárd forinttal csökkent a bevételi oldalunk, így nyilván a kiadási oldalt is csökkentenünk kellett. Nagyon érzékenyen érintett bennünket azoknak az adónemeknek az akár elvonása vagy csökkentése, amelyekről a közvélemény már tud. Egy kisváros esetében, legyen az Hajdúszoboszló, Hévíz vagy Zalakaros, meghatározó jelentősége van az idegenforgalmi adónak. Ugye ez az adónem az elmúlt évben úgy alakult, hogy a vendégnek nem kellett megfizetni, hiszen a szállásadóknak a kötelessége volt korábban beszedni a turistáktól ezt az adónemet, de ugyanakkor ezt az adónemet 2020-ban az állam visszatérítette. Most 2021-ben már erről sincs szó, és ez komoly nehézséget okoz. Ez ügyben egyébként kértem különböző kormányzati tényezőket, hogy vizsgálják fölül a mostani helyzetet, hiszen ezeknek a kis településeknek, ahol a turizmus meghatározó, nagyon sok olyan feladata van, ami egy másik településben nincs olyan erősséggel jelen, ez legyen a parkosítottság, a virágosítás, a szökőkutak üzemeltetése, és más olyan díszkivilágítás. Tehát sok olyan élményelem van, amely elsősorban a turisztikai településeken jelenik meg, és nyilván ez forrást, fedezetet adott rá, illetve más olyan szolgáltatásokra is, amelyet ma már a 21. században a turisták joggal válnak el egy településtől, a különböző okos kiszolgálások, és sorolhatnám, még nem akarom ezzel az időt húzni, de nagyon fontos szerepe van az idegenforgalmi adónak, és azt gondolom, hogy a jövőben is erre nagy szüksége lesz ezeknek a településeknek. És hát emellett ugye a folyamatos fejlesztésnek is nagy szerepe van, és hát erről azért bőven be tudunk számolni, most ugye nem sokára átadják a prémium zónát. Milyen szolgáltatásokkal várják a vendégeket, és egyáltalán mit várnak ettől az újabb létesítménytől? Igen, ez a strand a strandon belül. Tulajdonképpen ez a fejlesztés a vendégeinknek az igénye alapján került megtervezésre, mert ugye ezt sokan tudják, hogy Hajdúszoboszlón a nyári főszezonban a strandon, a 30 hektáros strandon időnként előfordul, hogy akár 20 ezer vendég is megérkezik, hiszen több mint 20 ezer fő, 24 ezer fő befogadására alkalmas a hajdúszoboszlói strandfürdő, de bizony akkor már sokan vannak, és ugye vannak, akik nem szeretik, hanem egy kicsit kényelmesebben szeretnék tölteni az idejüket, egy kicsit több kényeztetést, tehát ez egy magasabb szolgáltatást fog megcélozni, azokat a vendégeket célozza meg, akik egy kicsit több nyugalmat, pihenést szeretnének, és magas minőségű környezeti szolgáltatással, illetve a gasztronómiában is ott egy magas minőséget kínálunk. Tehát ez egy, ahogy szoktuk fogalmazni, egy 5 csillagos részlege kíván lenni a hajdúszoboszlói strandfürdőnek. És hát valószínűleg egyébként új célcsoportot is meg tudnak vele szólítani, mint ahogyan egyébként a rendezvényközponttal, ugye a 8 milliárd forintos forrásból megalakuló rendezvényközpontnak. Ettől mit várnak ettől a központtól, illetve mit lehet tudni, hol tart most az előkészítése? Igen, ez egy nagyon régi álma a városnak, hogy legyen egy olyan multifunkcionális helyisége, ahová sok mindent be lehet vinni. Ennek hármas célja lesz: sport, kultúra és turisztika. Mind a három területen nagy lemaradásban vagyunk. Sportházunk, egy pici kis sportház van, ahol jelentős, nagyobb rendezvényeket, sporteseményeket nem tudunk megtartani. Ugye most MB2-es kézilabda csapatunk van, a futszál is hasonlóképpen jól szerepel, tehát szükségünk van egy ilyenre. Szükség van a kulturális rendezvények megtartására és egy fedett térre, hiszen az eredetileg művelődési háznak épült, az 50-es években épült épület, ugyan
nem olyan régen felújításra került, de a kapacitása, a befogadó képessége nem nőtt, 300 embert lehet leültetni benne, tehát nem alkalmas egy nagyobb, akár egy városi kitüntetéses ünnepség megtartására sem. És hát szeretnénk, hogyha színházi előadások, koncerteknek is helyet tudna adni ez a létesítmény, és a végére hagytam a turisztikai célcsoportot, azt gondoljuk, hogy a városunk alkalmas arra, hogy különböző konferenciáknak helyt adjon, hiszen a háttér kiszolgáló létesítmények, a szálláshelyek, a szálláshelyekhez kapcsolódó különböző szolgáltatások adottak, de itt is szükség van arra, hogy legyen egy nagyobb konferencia terem. Ebben a létesítményben egyébként ez egy azért multifunkcionális, mert lesz benne egy sportcsarnok rész, és lesz benne egy díszterem is, amelyet majd a tervezők okosan el fognak helyezni. Jelenleg pályázat kiírás keretében a tervező kiválasztása van folyamatban, épp ezen a héten került kiírásra, tehát haladunk előre. Nagyon feszes a tempó, szeretnénk, hogyha jövő tavasszal már a kivitelező is kiválasztásra kerülne, és a városnak azon a különleges hangulatú területén, amelyet most szabadidőparknak nevezünk, ugye itt a négyes úton, ha megyünk be Hajdúszóosztóra, a Molkút után jobbkézfelől helyezkedik el egy szép fás ligetes terület, ott most különböző ilyen játékelemek vannak, azt szeretnénk majd bővíteni azt a területet, és annak valahol egy jól pozícionált helyén, valahol a négyes úthoz közeli területen elhelyezni ezt az új létesítményt. Abban reménykedünk, hogy ez egy új ikonikus épülete lesz a városnak, és hát funkciójában is több funkciót ki fog tudni elégíteni. Nagyon rövid időnk maradt, de ha már megemlített a négyes főútat, ugye nemrégen kérték azt, hogy körforgalom legyen a Hajdúszoboszlói, vagy hát javasolták, körforgalom legyen a Hajdúszoboszlói elágazásnál. Ez miért indokolt? Örömünkre szolgál, hogy az állami közútkezelőnél a kiviteli tervek készítése is elindult a négyes út négysávosítására, ami azért már azt sejteti, hogy hamarosan eljöhet az az időpont, amikor ez valóságosan, ténylegesen megépül. Én azt gondolom, hogy aki sokat közlekedik, ingázik Debrecen-Szoboszló közt, az tapasztalja, hogy az a lámpás kereszteződés itt a keleti csomópontnál az elkerülő útnak nem túl szerencsés, illetve egy négysávosítás esetében azt gondoljuk, hogy nagyon nagy hatással lesz a városunk életére. Tulajdonképpen Debrecen és Hajdúszoboszló között akár 5-10 percre lecsökken a közlekedési idő. Ez nem csak turisztikai szempontból, hanem a két település együttműködésében is nagyon fontos lehet, hiszen akár a nyugati, akár a déli ipari parkról beszélek, 15 perc alatt Hajdúszoboszlóról is elérhető lesz, tehát a városvezetése már ma azon gondolkodik, hogyha ez valamikor a 2024-25 tájékán megvalósulhat ez a kétszer-kétsávosítás, akkor a város fel legyen arra készülve, hogy sokan oda fognak települni, akár új lakótelepekre, lakóházakat vásárolnak már ma is. Látjuk, hogy megindult ez a fajta gondolkodás, hiszen egy kellemes kertvárosias településként vagyunk ma is, de nagyon fontos lesz, hogy a szabadidő értelmes eltöltésére sok mindent tudjunk kínálni a hozzánk beköltöző lakosoknak. Hát várjuk az újabb és újabb fejlesztéseket. Ceglidi Gyula, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.